Kezdik a nagyok a bemutatót. A sportág egyik alapja az, hogy megtanuljunk a testünkkel bánni, illetve minden egyes esetben, körülmény között tudjunk úgy esni, hogy nem törjük össze magunkat. Ezért is van az, hogyha már a Csikoró Kánót említettem, ő 18 éves korában jutott el arra a pontra, hogy elment Fukida mesterhez, és neki állt jiu-jitsut tanulni, majd sajnos ő meghalt, és később Kano Masamoto mesterné Sensei-ryut tanult. Majd az élet úgy hozta, hogy egy rövid idő múlva, mivel idős mesterről beszéltünk, ő is meghalt, utána jött Sensei-ryu, majd 22 éves korában, tehát senkinek se késő elkezdeni, ezt hadd tegyem hozzá, megalakítja a Kodokán intézetet, amely viszont egy út ahhoz, hogy a harcművészetet tényleg a magas fokra neveljük, és mint említettem, az egyik alapkő az volt, hogy meg